A praxis közösségek célja a prevenció, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, a rizikófaktorok felmérése, a lakosság egészségtudatosságának erősítése, az onkológiai szűréseken való részvétel növelése, valamint a gyerekek egészséges életre nevelése. De fontosnak tartják a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat is a 40 és 65 éves korcsoportban. A 81 nyertes praxis közösségben 465 házi orvos dolgozik, a pályázaton Nyíregyháza is jól szerepelt, három közösség is kapott az összesen 5,4 milliárd forintos forrásból. Ezt a hagyományos éves praxis találkozón is kiemelték a szakemberek, valamint a tervekről is beszámoltak. A hagyományos egy praxis rendszerű, egy orvos, egy praxis rendszerű betegellátás megváltozzon. És egy úgynevezett praxis közösségekben gondolkodik, ami azt jelenti, hogy a kompetenciát, tehát hogy mennyit tud elvégezni az a közösség, kiterjeszti. És több orvos, több igényes műszer tud beszerezni, esetleg az anyagi eszközök alkalmat kínálnak arra, hogy olyan szakorvosokat vegyenek igénybe, amit úgy egyébként egy-egy praxis nem tud. Tehát mindenképpen egy magasabb színvonalú betegellátást, és így alakultak ezek, mert a pályázat kiíró praxis közösségeket szeretett volna, minimum 5, de nagyobb praxis közösségek is alakulhattak, például a miénk, ami gyermek túlsúlyú, 10 orvosból áll, összesen 35 fő, aki együtt dolgozik egy évbe. És ezeknek az együttes munkájának az eredményeként ezt nagyon szeretnénk, és bízunk abban, meg most is minden nap azon vagyunk, hogy ez látszon is az emberek egészségi állapotán. A kompetencia kiszélesítésével a betegek több szolgáltatást kapnak az alapellátásban, mivel ezentúl forrás és eszköz is rendelkezésre áll, tette hozzá dr. Újhelyi János, valamint a páciensek könnyebben juthatnak olyan szakorvosi segítséghez, amire korábban akár hónapokat is várniuk kellett. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a betegség megelőzésre történő felvilágosító, egészségnevelő munka minél hatékonyabb legyen, és ebbe veszünk igénybe társszerveket, akik szintén ebben érdekeltek, mint például a kórháznak az egészségnevelés osztálya. Nyíregyházán 2 felnőtt és 1 gyermek praxis közösség működik. A megyeszékhelyen az elmúlt időszakban 9 orvosi rendelőt újítottak fel. A közeljövőben egy újat alakítanak ki a Fenyő utcán, a Csillag utcán pedig 4 új rendelőt és védőnői szolgálatot hoznak létre.